Azt mondják, hogy egy művésznek az otthona is adhatja a legnagyobb ihletet, és minden művész máshogy dolgozza fel ezt. Ki úgy, hogy szülőfaluja megjelenik a műveiben, ki pedig úgy, hogy az alkotásaiban ténylegesen nem lehet felfedezni a települést, de az alkotó személye mégis kötődik hozzá. A 20. Kismányoki falunap első igazi programja helyi művészek kiállítása volt. Az egyik kiállító Nyárádi Adrián fotóit mutatta be az érdeklődőknek. A fotós azt mondja, hogy amióta gépet ragadott a kezébe, önmagát keresi, és a Kismányoki Művelődési Házban kiállított képe is ezt az érzést sugallják. Számomra ez egy ilyen mentális párbeszéd önmagammal. Nagyon szeretem a letisztult minimalista fotókat, úgyhogy e felé fordulok. És mint ahogy már mondtam is, egy mentális párbeszéd, keresem önmagamat, és úgy gondolom, hogy a fotózás az közelebb hoz. Hozzám a portré fotózás legközelebb. Úgy érzem, hogy az emberek fotózása segít abban, hogy önmagamhoz közelebb kerüljek. Egy eklektikus anyagot válogattam, olyan fotók is megjelentek ma itt, amelyeket itthon készítettem én, és itt kezdtem el fotózni, így hát ezer szállal kötődöm. A fotó sokat köszönhet Kismányoknak, így nem véletlen az sem, hogy képeiben visszaköszönnek azok az impulzusok, helyek, vagy éppen egy-egy kiragadott történet, ami Kismányokhoz köti. Talán a mentalitás, amit itt kaptam a szüleimtől, és ahogy más családoktól is látom, ahogy élnek, talán ez. Elágazások, ugye a kiállítás címe. Mindenképpen azt gondolom, hogy ebben benne van az, hogy mindenki éli a saját életét, és időnként elvágyódik, és ezerfele élünk, de hogy mindig van egy pont, ahova vissza lehet kapcsolódni. A másik kiállító egy teljesen más művészeti ágat képviselt. Bodzsási Piroska képei különösen nem köthetők Kismányokhoz, csak annyiban, hogy ő festette azokat, mégis örül, hogy megmutathatja a község lakóinak művészetét. A stílusom még kialakulóban van. Egyedül, amihez úgy gondolom, hogy nem fogok változtatni, az akril. Akril vászonra, speciális papírra dolgozom, és a témáim az mindig változó. Ez a 6 kép azonos témát akart feldolgozni, hogy egy egységként tudjam bemutatni. A falunapokat megnyitó kiállítás Kismányok polgármesterének is több nem várt meglepetéssel szolgált. Nem is gondoltam volna, hogy ebben a faluban ilyen értékek is rejlenek, mint amit tegnap láttunk ezen a kiállításon. Ugye amatőr kiállításról volt szó, egy amatőr festő, egy amatőr fényképész, egy amatőr grafikus művész. Én nagyon meglepődtem rajta, megmondom őszintén, de viszont nagyon örültem neki. Örültem neki, hogy ezek a rejtett kincsek előjöttek, és ezt a falu lakosságának meg tudtuk mutatni. Az idei falunap éppen a kiállítás miatt is, egyébként egy 3-as jubileum okán a megszokottól is nagyobb, látványosabb és tartalmasabb volt. 300 éves a falu, 300 éve van bejegyezve, és 30 éves a római katolikus nagyboldogasszony, amit a helybeli hívek építettek, és 20 éve alakult október 15-én az egyesületünk. Ezt ünnepeljük most így mindegyütt. Remek kilátással, nagyszerű természeti környezetben az Atlantis zenekar által eljátszott örökzöld slágerek, ismert dallamok adták meg az alaphangulatot a másnapi szórakozáshoz, a populáris programokhoz. A folklort a helyi környékbeli táncsoportok énekkarok szolgáltatták. Ennek fénypontja volt az a 2 évvel ezelőtt Kosnás Árpád által létrehozott Kismányoki apró népek táncsoport, amelynek bizony küldetése van. Autentikusságában ugyanis visszanyúlik, nem csak a székelységhez, hanem Bukovinához egyenesen, és ebből egy jobbtányit sem enged, és mindezt a gyerekekkel éri el a koreográfus. A táncsoport létét sokan üdvözölték, és garantált siker övezi szinte minden fellépésüket. A helyi bukovinai székelységnek a felkarolása és a lehetőség annak, hogy ezt a hagyományt tudják éltetni, erre volt igény, van is igény, és bízom benne, hogy ez hosszú távon fog működni.
Ugye a nagymányokon ott vannak az erős vábkötődés, mi a székelyvonalat visszük úgymond. Én személyesen és a kismányokiak része is Isten segítség kötődésű, de úgy érzem, hogy a bukovonai székely kultúrát úgy teljesen egészében nézzük énekkel, tánccal, szokásokkal, gyermekjátékokkal, hiszen azzal kezdtük a munkát itt ezelőtt 2 esztendővel. Egy kis népdalra épülő kis táncösszállítást, illetve az egyik legjellemzőbb, bukovonai székelyek leginkább jellemző táncból, a Silladriból egy koreográfiát állítottunk össze. Számodra nagyon fontos az autentikusság, és ezt te minden koreográfiáddal, minden fellépőddel tulajdonképpen közvetített felénk, ebből nem engedsz, tehát itt nem lehet eltérni. Én úgy érzem, hogy egy kicsit el lehet térni, hiszen vannak olyan tematikus táncaink is, amikor különböző érzéseket közvetítünk, különböző gondolatokat, nem kimondottan az autentikus táncokat, és ez ma is így lesz, hiszen a Silad összeállításunk egy, a Bartina zenekarnak egy nagyon érdekes összeállítása, különböző hangszerekkel megszólaltatva ezt a csodálatos muzsikát, és ahogy fölépül egy fuvola kezdéssel, egy okarinán keresztül, egy teljes vonós hangzásig, minden megjelenik ebben az összeállításban. Nem tudunk fölmutatni táncegyüttes, vagy legalábbis eddig nem tudtunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a kismányoki apró népek hagyományőrzéssel kezdett el foglalkozni. Kosnás Árpád, aki tanítja őket, és nagyon örül a szívünk, mert mivel német és székely lakosa van a falunak, mindig igyekszünk, hogy legyen német ajkú, vagy ének, vagy tánc műsor, és legyen székely. És most már a mi picieink olyan ügyesek, hogy műsort is tudnak adni egy jó pár éve. Fesztivál jelleget öltött egy élni, itt élni akaró kis település falunapja, amelyen az együtt ünnepelők száma 3-szorosa és 4-szerese volt már a délutáni órákban kismányok összlélek számának. Mint megtudtuk, a településen egyfajta jövőkép is tetten érhető a fesztiválmentes hétköznapokon is. Az üres lakások kezdenek megtöltődni, tehát azt jelenti, hogy nagyon sokan töltöznek ideki vidékre. Lehet, hogy ez betudható a soknak egyrészt, másrészt pedig úgy látom, hogy talán az embereknek egy nagy része megmondta már ezt a városi légkört, és igyekszik faluhelyre költözni. Ez tetten érhető arra is, hogy az óvodát is fejleszteni kell, mert születnek gyerekek? Én nagyon optimista vagyok ezzel kapcsolatosan. Az óvodánkat igaz, hogy már 2 éve szüneteltetjük, de most, hogy körülnézek, ugye egyre több olyan fiatal asszonyt látok, aki ugye terhes, tehát babát vár, és én azt gondolom, hogy 1-2 éven belül szinte 100% hogy a kismányoki óvoda továbbra is üzemelni fel. Ez nagyon nagy a szívem csücskét képezi egyébként, hogy ez a falu végre egyszer újra üzemeljen, mert megmondom őszintén, a legnagyobb bánatomra kellett ezt szüneteltetni már 2 évvel ezelőtt. A nagymányokkal valóban jó viszony, a múltban nem teljesen így volt, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés is, a jelekből ítélve viszi, pólja előre kismányok szekerét.